Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola által összeállított ünnepi program elején dr. Fekete Zoltán polgármester osztotta meg gondolatait. Történelmi táblából szemlélve 1920. június 4-én ki akarták végezni Magyarországot. Lassan, de tudatosan kivéreztetni, hogy örökre eltűnjön a Kárpát-medencéből népünk. Henri Pozzi, francia publicista tanulmányában ezt írta, 1935-ben. A háborús vesztesek közül Magyarországot nem büntették. Magyarországot kivégezték. De az európai rablók, hiénák, a koncagyűlők, kufárok elszámították magukat, mert mégsem használt senkinek a trianoni diktátum. Trianon kiagyalóinak és haszonélvezőinek meg kell érteniük a csodát. Mert csoda történt a Kárpát-medencében. Érdemes volt küzdeni elődeinknek, a lehetetlenből csodát teremteni. Idős székely barátom elvitt az Ojtozi szoros közelébe egy erdei tisztásra. Nem értettem, miért ilyen nevezetes ez a kicsi, eldugott el. Bepárásodott szemmel mondta, hogy ide jártak kísérni. A férfiak, akik otthon az Olá-tengerrel körbevéve tartották a lelket és a hitet a családban. Mikor már nem bírták, eljöttek ide és kísírták magukat, majd újra kezdték a küzdelmet a megmaradásért. És a csoda bekövetkezett a Kárpát-medencében. Minden év pünkösdjén, Csíksomjon, százezrek csillogó szemében visszatükröződik ez a csoda. Még az Olá rendőrön is látszik, hogy valamit felfog ebből. Ezt nem fogja Európa sosem átérezni. Ez az összetartozás érzése, ez a földön túli csoda, hogy túlélve minden gyilkos szándékot, gyűlöletet, utazva 10-12 órát, néha többet, még mindig magyarul imádkozhatunk több százezren. Itt, a megmaradt csonka hazában minden magyarnak tudnia kell. Már a létezése is rendkívül. 93 év után is élünk és dolgozunk, és tudjuk, összetartozunk. A határon innen és túl. Az utakat, a sineket le lehet zárni sorokóval, kerítéssel, de a szívekből áradó érzéseket nem. Ha majd minden magyar szív újra összekapcsolódik, akkor eltűnnek a politikai határok is. Ha majd újra tudunk büszkék lenni magunkra, ha majd nem hitvány, ostoba celebek lesznek a magazinok címlapján, hanem fiatal magyar feltalálók és tudósok, akkor Európa is megérti a csodát. Van egy nép, amely elpusztíthatatlan. Van egy nép, amely magában hordozza a tudást. Van egy nép, amely ezen éve európai. Hozzátette, hogy a mai élőknek, a fiataloknak a feladata, hogy még szorosabbra fűzzék a határainkon kívül élő honfitársainkkal a kapcsolatot, hiszen a helyek, határok, sorompók elhatárolnak minket, de el nem választhatnak bennünket, mert összetartozunk. Az ünnepi beszéd után a gimnázium 11. A osztályának színvonalas tolmácsolásában tekinthette meg az emlékező közönség Rozvágyi Dávid Ima könyvapadláson című művének dramatizált változatát, amely során egy pap szemszögéből ismerhettük meg az 1920-as és az azt követő évek történéseit. Ezt követően a program Vasalbert szobránál folytatódott, ahol Mezőkövesd város önkormányzata, a polgári kör, a Fidesz mezőkövesdi szervezete, a Széchenyi István Katolikus Szakképzés Iskola, illetve a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola képviselői koszorúzták meg az erdélyi író emlékművét. Az ünnepségről készült teljes felvételünket június 15-én szombaton a Kulturális Közvetítés című műsorunkban tekinthetik meg.